Legényest is láthatott a közönség a Viharsarok Táncszínház kedd délutáni előadásán. A fellépő táncosokat a Békés Csabai Talléros Együttes kísérte. A közönséget ezen az eseményen Jász Nagy Kunszolnok és Hajdú Bihar vármegyei látogatók alkották. Ők egy olyan egésznapos programon vehettek részt, mely elsősorban Gyula két legjelentősebb kiállító helyére, a Várra és az Almási Kastélyra koncentrált. A hozzánk érkezőket két kiállításunkban, az említett Almási Kastélyban, illetve a Gyulai Várban látjuk vendégül, ott kapnak egy-egy tárlatvezetést, ezen kívül pedig az Almási Kastély báltermében színpadi produkciót is megtekinthetnek, hiszen ezeknek a napoknak az összeállítása valamennyi helyszínen úgy történik, hogy a kiállító hely vagy helyek megtekintése mellett valamilyen kulturális színpadi programot is kapnak az ide érkezők. Nos, Gyulám az elmúlt napokban a Powerbeat ütőegyüttes adott koncerteket a hozzánk látogatóknak, ezekben a napokban pedig a Békés Csabai Viharsarok Táncszínház ad egy nagyon érdekes a tánc történetet, nagyon különlegesen feldolgozó produkciót. A Nemzeti Művelődési Intézet országos programsorozatot indított, mely révén különböző közösségek és amatőr művészeti csoportok jelentkezhettek az ország 7 helyszínén meghirdetett programokra. A rendezvények a közösségépítés és a kultúra közvetítés jegyében zajlanak. A Nemzeti Művelődési Intézet módszertani háttérintézményként próbálja segíteni a településeken dolgozó közművelődési szakemberek munkáját azzal, hogy különböző mintaprogramokat ajánl ki nekik, és ők pedig a települési közösségeknek tudják ezt lehetőségként felajánlani. Ez a nap egy közösségben együtt eltöltött nap, a településen élő emberek jobban megismerhetik egymást, hasznosan és szórakozva tölthetik el a szabad idejüket. Talán a közösségépítés ennek a legfontosabb része a kultúra közvetítés mellett. Gyulára 6 nap alatt közel 1500 vendég látogatott.